Elkezdődött az idei terem labdarúgó bajnokság Balatonbogláron. Az első fordulóról készült összefoglalón következik most. A szezon első gólját az Anonym FC szerezte Anderman révén, ám a mérkőzés végén mégis a kollégium örülhetett, hiszen Kulcsár Adrián vezetésével 5-1-es különbséggel tudott nyerni. A Lions csapata Szilágyi Szabolcs 4, Martinka Péter 3 góljának köszönhetően 7-1-es különbséggel ütötte ki a CC Büfé csapatát. A szerdai játéknapon a Lellei Öreg Fiú csapata 2-1 arányban győzedelmeskedett az A-liga ellen. A Vidó FC különösebb megerőltetés nélkül is hatot vágott a balatonszemesi Fekete Tulipán csapatának, akik csak 3 szépítő találatot tudtak elérni. Food Friends Gránit-sziget találkozón is potyogtak a gólok. Az ételbarátok Takás György és Kalász Győző vezérletével 15-1-es gólkülönbség mosták le a Gránit-sziget csapatát. A bajnokság első helyezettje a Food Friends, második a Lions, harmadik pedig a kollégium csapata.